4 éve rendezik meg a Városnapját, amely mostanra Paks egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Az eredeti időpontban, májusban a koronavírus járvány miatt elmaradt a rendezvény, pótlását szeptemberre tervezték a lakótelepi központi park felavatásával egy időben az atomfutás rendezvényéhez kapcsolódóan, azonban a pandémia most is közbeszólt. Úgy kellett döntenünk, hogy a Városnapja rendezvényt idén nem fogjuk már megtartani, tehát nem elhalasztjuk, hanem töröljük a rendezvényeink sorából. Nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, hiszen én azt gondolom, hogy idén is egy olyan programsorozatot sikerült összeállítani, amely az elmúlt évekhez képest is még szintet tudott lépni, elég csak egy Rúzsa Magdi élő nagy koncertet említeni. A döntés meghozatala nem volt egyszerű, hangsúlyozta a városvezető. Pakson, ahol az atomerőmű biztosítja az ország villamosenergia ellátásának csak nem a felét, nagyon oda kell figyelnie nem csak az atomerőműnek, hanem a városnak is, hogy megelőzze a koronavírus okozta megbetegedéseket. Dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója megköszönte a polgármesternek a felelős döntést. Nekünk is ez egy nehéz döntés volt, hogy az atomfutást ebben a formában nem fogjuk megtartani. Sajnos ez már a sokadik ilyen döntésünk idén. Az atomerőműnek mindig egy fokkal legalább előrébb kell gondolkodni. Ugye mi úgy hívjuk ezt, hogy konzervatív megközelítés. Tehát nálunk azok mindig egy picivel előbb, mindig egy fokkal erősebbek a biztonsági intézkedések, akár a vírusról van szó. Nyilván a műszaki technológiáról akkor még inkább. Az atomfutásra évről évre érkeztek az ország minden részéből és határon túlról is futók, ezért is örültek volna annak a szervezők, ha a sporteseménnyel együtt a városnapi rendezvényeket is megmutathatták volna a Paksra érkezőknek. Elmaradt a majális, a gyermeknapi rendezvények is az atomerőműben, és nem tartják meg a családi napot sem. Nem lesz szeptember elején sportágválasztó, egyes díjak, kitüntetések városnapjára tervezett átadása későbbi időpontra tolódik. A Nemzeti Összetartozás éve apropóján meghirdetett Kárpát-medencei zenés találkozót közönség részvétele nélkül tartják meg.